Szünet után jövünk megint. Nagyon hosszú volt ez a szünet, bevallom, az utolsó két hétben már nagyon ültem volna a versenyautóba, egy picit be volt csózva a fenekem. Következik a bajnokság 5. futama a Székesfehérvár Rally. Nagyon kedvelem ezt a várost. Alapvetően mindig várost kedvelem, ahol versenyautóba ülhetünk, úgyhogy ez nem túl nagy újdonság tőlem. De Székesfehérvár talán egy picit még jobban. 3 éve tért vissza a rally bajnokság vérkeringésébe, amennyire én tudom, a város nagyon komolyan gondolja és gondolta azt, hogy szeretne itt egy ORB futamot, illetve nagyon komolyan gondolja azt, hogy szeretne itt egy nemzetközi rally futamot csinálni. Talán egy Európa bajnoki futamról szólnak így a hírek, vagy a pletykák, a folyosói pletykák, ha lehet ilyet mondanom. A királynék városa után a királyok városába költözik a magyar rally cirkusz. Fejér megye gazdag múltú székhelye, a középkori magyar királyság egyik központja, koronázóváros. A belvárosban egymást érik a csodás látnivalók, így varázslatos élményt nyújt az ide látogatóknak. Számra 3 éve azért is lett nagyon kedves, amikor visszatért a bajnokságba. Itt sikerült rögtön megnyernünk ezt a futamot 2014-ben. 2015-ben pedig életem egyik legkomolyabb csatáját vívhattam, ifjattót Jániékkal. Tavaly évben pár másodperccel, 4 vagy 5 másodperccel szorultunk a második helyre. Számomra ez felért majdnem egy győzelemmel, akkora nagyon-nagyon nagy csata volt. És én most is egy hatalmas ugyanilyen csatára számítok, nem csak Jániékkal, hanem a többi versenyzőtársunkkal is. Van még egy vetülete annak, hogy mitől kedves számomra ez a verseny. A 3 féle gyorsági szakaszból, amit most kijelöltek a rendezők, azok közül az egyik, a kőhányási szakasz, az még egy picivel kedvesebb számomra. Nagyon-nagyon fiatal süldőkoromban, 10 éves voltam, azt, hogy mennyi, azt nem mondom meg pontosan. 10 éves koromban édesapám itt kezdett bevezetni az autóvezetés rejtelmeibe, még amikor megy a gázjön a kuplungnál, kezdődik el egy fiatalember tanulási folyamata. Én is itt kezdtem el, úgyhogy nem túl messze, 10 pár kilométerre innen származnak a szüleim. Nagyon-nagyon sok nyarat töltöttem el a környékbe, úgyhogy így erre felé autózni még egy fokkal talán kedvesebb számomra, ha lehet ilyet mondani. A városhatyák és a rendezők illusztris helyszíneket biztosítottak a versenynek. A prológot a belváros egyik frekventált útján, a pláza előtt rendezték. Az első kört, ami 3 gyorságit foglalt magában, egy nagyon picit óvatosabban kezdtük. Nem vállaltam el azokat a dolgokat, amit korábban egyébként elvállaltam az elmúlt versenyeken, rögtön a verseny elején. Ennek ellenére nem volt rossz az időnk, pár másodperccel álltunk a második ilyen ifjatót hinnék mögött.
Norbiék karcmentes autóval és Tóth Janikáékhoz képest 4,7 másodperc hátránnyal érkeztek az első kör utáni 30 perces szervízbe. Rövid szusszanás és az autó kötelező ellenőrzése után friss erővel indulhattak harcba. És bár a csapatvezető utasítása úgy szólt, hogy észre, a pilóták vállán ülő kis ördögnek nem mindig az ész a legfőbb erénye. A második körben megpróbáltunk fölzárkózni, egész jól is ment. A gyorsági szakaszán a céltól körülbelül egy ilyen 300 méterre, 500 méterre volt egy lassító, egy gumilassító, amit traktorgumikból tett ki a rendező, és ott egy picit talán elmértem a féktávot, ilyen fényes aszfaltra ért az autó, és ott próbáltunk 180-ról lelassítani, keresztbe állt az autó, nagy nehezen össze tudtam szedni, de átkeltünk ezen a gumilassítón, úgyhogy picit átrendezte az autó elejét, első lökhárító sérült, bal első lámpa sérült, volt egy kisebb kvázi bajunk, de hál' Istennek nem történt nagy baj, a hűtők, se az intercooler hűtő, se a vízhűtő, se az olajhűtő nem sérült meg, tudtuk folytatni a versenyt és a futamot, ez kvázi egy picit ilyen normális kis balesetnek tekintendő a rali versenyeken. Így az összeszedett vagy ledolgozott pici hátrányunk egy picit még nagyobb lett, de nem volt így sem koros, 7 másodperccel vártuk a harmadik kört. A második szervizpark a lassítós kaland miatt már kicsit több elfoglaltságot adott a BRR-es fiúknak. Ekkora sérülések javítása azonban a púzusát sem emeli meg a hétről hétre a Rally VB-n edződő rutinos szerelőgárdának. Így Norbiék nyugodtan összpontosíthattak saját feladatukra, a gyors regenerálódásra.
Miután az autó elhagyta a szervizt, a csapat is bevonulhatott saját tankolózónájába. A harmadik körben tartottuk a tempót, végig fej-fej mellett mentünk az ellenfeleinkkel. Körben, a harmadik körben a középső gyorságinál, Oroszlány Pusztavánnál volt egy hosszabb állásidő, azt hiszem, hogy olyan 20 percet állhatott ott a mezőny, ahol kihűltek a gumik. Ennek ellenére mi nem rontottunk túl sokat a szakasz eredményünkön, de a riválisunk, ezen a versenyen a legtöbb riválisunk, ifjú Tóth Janiék kaptak egy defektet, amivel mi át tudtuk venni a vezetést, és azt már a verseny végéig ki sem kellett engednünk a kezünkből. Ezt még meg tudtuk fejelni az utolsó gyorsaságin a Power Stage pontokkal, sikerült megnyernünk a szakaszt, és így a maximális pontszámmal 28 ponttal tudtunk távozni Székesfehérvárról. Norbi és Igor végül 50 másodperccel nyerték a Fehérvár rallit Hadikék és Spitzmüllerék előtt. Sorozatban 5. idei futamgyőzelmük a 2016-os bajnoki trófeát, egyben a sikeres címvédést is biztosította a skodás fiúk számára. Nem igazából tudom még felfogni, hogy ismét sikerült megnyerni a magyar bajnokságot. Sikerült megvédeni a tavalyi címet. Most már elmondhatjuk, hogy Igor kétszeres magyar bajnok, szerény személyen pedig most már háromszoros magyar bajnoknak mondhatja magát. Nagyon jó érzés, biztos, hogy ebben még egy nagyon picit sűt kérezni fogunk, de aztán utána ismét új célokat fogunk keresni, találni. Yeah.
Ja, bocs. Csak azért szagolgatom, mert még a székesfehérvári céldobogozás után, a pezsgőzés után vagyunk, és nagyon jó pezsgő illata van, még nem mostuk le. Ez az egyik díj a sok közül, amit a hétvégén sikerült megnyernünk. Nagyon büszke vagyok erre a díjra, ezt Székesfehérvár városa ajánlja fel mindig az éppen aktuális, abszolút győztes versenyző párosnak. Ez egy vándordíj, és ennek a kicsinyített mása, ez kedves helyre fog kerülni a polcomon. Az biztos, hogy a hátralévő soron következő három bajnoki futamon ott leszünk, jelen leszünk. Az, hogy milyen formában, még nem tudjuk. Előfordulhat, hogy előfutóként veszünk részt, előfordulhat, hogy egy más típussal fogunk rajthozálni. Az is lehet, hogy nem Fábiával, az biztos, a márka az nem kérdés, hiszen Skoda. Úgyhogy mindenképpen ott leszünk, szorítsatok nekünk. És mindig így szoktam tőlek elbúcsúzni, szorítsatok nekünk, azonban most azt kérem, hogy így szorítsatok a magyaroknak, Rióban az összes magyar versenyzőnek, aki kijutott, nagyon-nagyon szurkolunk nekik, és augusztusban most vigyázó szemeinket Rióra fogjuk vetni, úgyhogy benneteket is erre kérlek, sziasztok!